Egy év telt el az izraeli családok ezreit mélygyászba borító Hamas terrortámadás óta. Több mint 120 még mindig palesztin fogságban van, és a túlélők tapasztalatai alapján csak sejteni lehet, milyen bánásmódban van részük, különösen a nők. Izrael tragédiájával a közel-keleti viszonyok alapjaiban megváltoztak. Hatalmas pusztítást és rengeteg áldozatot követelt a cél, hogy a zsidó társadalom fenyegetettségének egyszer és mindenkorra véget vessenek. A világ pedig reagált. Az áldozat ma már a közvélemény szemében bűnös. Október 7-ét elfelejtették, pedig ha szem elől tévesztjük a forrást, könnyen elvész az igazság. A Pax Izraelben ma emlékezünk, hogy ne felejtsünk. Mindenek előtt elvenítsük fel az egy éve történteket. Robert C. Castell, izraeli biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójának segítségével. A Simchat Torah ünnepén, a Torah-adásnak az ünnepén, a sátoros ünnep utolsó napján reggel 6 óra 30 körül több ezer rakéta indult el Izrael ellen Gázából, egy olyan állapotból, ami egy hosszú, egy igen hosszú tűzszünet volt, és egy olyan időszak után, amit a kapcsolatoknak az enyhülése jellemzett. Tehát egyre több vendégmunkás jött Gázából Izraelbe, egyre több pénz áramlott mondjuk a gázai övezetbe, tehát a józan paraszti észre mindenki azt gondolta volna, hogy mikor fut a szekére, hogy ahogy magyarul mondják, akkor az ember nem borítja ki a bilit. De úgy látszik, hogy vannak, akik másképp gondolkoztak, és a nap úgy kezdődött, hogy 6 óra 30-kor több ezer rakétával támadta meg a Hamas Izraelt, és a rakéta támadások álcája alatt, vagy a támadások gerjesztette zaj árnyékában, több ezer Hamas terrorista tört át az izraeli határt, tehát itt nem, mert azt mondom, hogy terrorista, itt nem ilyen Baader-Meinhof, vagy a Vörös Brigádok, vagy ilyen terrorszervezetekre kell gondolni, hanem egy reguláris hadseregre, tulajdonképpen egy ilyen hadosztály nagyságrendű támadóerő támadta meg Izraelt, körülbelül 6000 reguláris katonája a Hamasnak, ezeknek egy jelentős része különleges műveleti alakulatok, ezek a Nuhbe alakulatok, akik a hegyét képezték ennek a lándzsának, mondjuk úgy, és a Hamas katonai ereje után beömlött a réseken a gázai csőcselék is. És jöttek, hogy gyilkoljanak, erőszakoljanak, fosztogassanak, tehát túszokat szedjenek. Tehát ez egy ilyen össztársadalmi vállalkozás volt a gázaiak részéről. Nem lehet azt állítani, hogy kizárólag a politikai vezetés, vagy kizárólag a Hamasznak a fegyveres erői hajtották végre a támadást. Ez egy össznemzeti, össztársadalmi összefogás volt, és így kell ezt az akciót elképezni. A határ mentén több tucat települést lerohantak, három határmenti várost is. Volt egy természetbuli, a Supernova buli a határtól nem messze, és több száz vagy több ezer fiatal vett részt. A napot úgy fejeztük be, hogy volt 1200 vagy 1300 halottunk, körülbelül majdnem 300 tuszt raboltak el, hurcoltak el magukkal Gázába, és rengeteg sebesült az izraeli oldalon. A terroristák meg a Hamas civiliai mondjuk úgy nem nézték azt, hogy ki a zsidó, ki nem zsidó. Ott a Supernova bulit például beduinok szervezték, helyi beduinok szervezték, azokat is mind megölték, beduin munkásokat, akik a földeken dolgoztak, tájföldi, nepáli vendégmunkásokat is halomra gyilkolták, tehát gyakorlatilag mindenkit, akit elérhettek, megöltek, és ott, ahol idő volt, ott szórakoztak is, tehát bestiális körülmények között hajtották végre olyan dolgok, amiket talán a tatárjárást idézik, vagy ilyen teljesen olyan időket, amik a középkor, a korai középkorban eltűntek Európából, és azóta se látunk ilyen képeket. És a személyes élményem pedig az, hogy ilyen fél hét magasságában a közvetlen főnököm, aki ott lakik a gázai határkerítés mellett egy kibucban, fölhívott, és mondta, hogy vegyem át a céget, ahogy mondják, és akkor majd valamikor találkozunk, ha minden jól megy. Akkor kérdeztem, de hát úristen, mi történt? Hogy nézzem meg a híreket. És akkor minden más az történelem. És akkor az első nap, főleg a dolgok szervezésével voltam elfoglalva, ugye a munkahelyem válaszát kellett erre kidolgozni, helyzetértékelés, mint tartalékosként is kaptam mindenféle feladatot, amit otthonról el tudtam intézni.
főleg telefonbeszélgetések formájában, és utána pedig a második háború, második, harmadik, negyedik napjától kezdve már ott voltam lent az övezet határán, és akkor láttam, hogy hogyan folynak a harcok. Mondjuk úgy ott voltam, ahol a harcok folytak, és beletelt egy 2,5 napban még sikerült kiszorítani a terroristákat Izrael területéről. Tehát ez a személyes vonalam, akit a helyettesemnek akartak kinevezni, eltűnt a harcokban, mai napig se került elő. Aldia Lominak hívják, ma néhány hónappal ezelőtt lett volna 50 éves, a feleségét meg a gyerekeit szintén elrabolták, a kisfiút elvitték Gázában, az első tuszcserével szabadult, a felesége és a kislányok pedig sikerült megmeneküljenek, mikor a motorbiciklik, amiken vitték őket, összeütköztek, és akkor sikerült elmeneküljenek, és így mentették meg az életüket tulajdonképpen. És az első órákban a szervezetünknek, egy természetvédelmi hatóságnak körülbelül, nem akarok számokat mondani, számottevő, igen sok halottunk volt, sebesültünk, emberek, akiket elraboltak, olyanok, akiket ki kellett menteni a házaikból, és meg kell érteni, megszűnt az államhatalom. Voltak helyek, ahol 12 órára, voltak helyek, ahol 24 órára, vagy 36 órára, egyszerűen nem volt semmi. Nem volt se hadsereg, se rendőrség, se tűzoltók, se mentők, és az volt, amit csináltál. És ebben teltek a napjaink, ameddig sikerült kiszorítani a terroristákat, és akkor mindenki ezt elképzelheti, ezt az egész filmet, amit elmeséltem, vetítse rá a magyar valóságra, és képzelje el, hogy a határmenti falvak úgy néznek ki, mint a tatárjárás után. Harcedzett ember vagy, ez nagyon sokak számára már nem titok itt Magyarországon, mégis ahogyan megfogalmaztad a bestiális körülményeket ezzel a szókapcsolattal, az azért az arcodra volt írva, hogy ez még neked is talán sok volt. Mi lehetett a cél azzal, hogy ezt az akciót, és így hajtották végre a Hamász katonái, illetve azok, akik még csatlakoztak hozzájuk? Ez volt az első alkalom talán a történelem folyamán, mikor láttuk azt 1948 óta, hogy milyen Free Palestine, milyen a szabad Palesztina, tehát milyennek a saját spontaneitásukban, hogy hogyan viselkedik ez a társadalom, mikor nincs semmilyen inhibíció, semmilyen külső korlát, nincs egy megszálló hadsereg, egy brit hadsereg, vagy egy jordán hadsereg, vagy egy izraeli hadsereg, amelyik határok közé szorítja a viselkedésüket, hanem mint egy ilyen csoportdinamikában leteszik a gyerekeket a szoba közepén, és akkor lássuk azt, hogy mit csináltok a spontaneitásotokban. Na, ezt csináltak. Ezt csinálták, ennyi az egész, és a terrornak a célja a terror, a félelemkeltés, a terror célja az a politikai hatás generálása félelemkeltés által, és a cél az, hogy olyan áldozatokat kell választani, akinek semmi köze ehhez, tehát ezzel sugallják azt, hogy te is áldozat lehetsz. Tehát nem kell telepes legyél, nem kell katona legyél, nem kell egyenruhás legyél, bárki lehetsz, és utolérhet ez a fergeteg, ez a rémálom utolérhet téged is. Tehát ez volt a célja gyakorlatilag, ez volt az üzenete. És el kell mondani némi iróniával, hogy akikre rázuhant ez a gyűlölettömeg, azok az izraeli társadalom legbaloldalibb, legliberálisabb, legbékülékenyebb, legarabbarátabb rétegei vagy települései, egyfajta ilyen régi politikai elit. És voltak például ilyen közös arab-izraeli szervezetek, segítsenek gázaiaknak izraeli kórházakba vinni, meg ilyen békecsiszárok, meg ilyesmi, és akkor mindegyik gázai békecsiszár elment és megkereste a határ túloldalán az izraeli kollégáját, hogy meggyilkolja a kötelező szórakozás után. Tehát ezek olyan emberek, akik együtt dolgoztak éveken át, és átmentek a határon direkt azért, hogy meggyilkolja azt a nénit, akivel dolgozott, és akivel együtt vitték a gázai betegeket, rákos betegeket mondjuk egy izraeli kórházba. Átjött a határon nem azért, hogy megmentse a nénit, hanem azért, hogy meggyilkolja a családjával együtt. Azt hiszem, ez jó lecke az emberi természetből, ami ott történt. A keserű irónia az egyik hangja az október 7-i történetnek. A sok másik között ott van azóta is a félelem, a dű és legfőképpen a fájdalom. A hozzátartozók aggodalma az elraboltak iránt és gyásza a meggyilkoltak elvesztése miatt nagyon élősebb. Ifad Zimmer, izraeli jogász, az unokahúgát veszítette el. Hadar, ez egy gyönyörű 28 éves lány, a barátaival táncolt a sivatagi fesztiválon, amikor meglepte őket a pokol. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz tudod megérteni, hogy 28 éves lány
nem jön vissza. Azért elment táncolni, elment a fesztiválban, és szombaton volt, szombat reggel, és nem jön vissza. Nem fog házasodni, nem fog gyerekeket hozni, nem fog befejezni a diplomáját, nem fog dolgozni. Hát ez borzalmas. Borzalmas, és akármi lenne, amit mondom a nővéremnek, hogy most van több gyerekeid, és oda kell figyelni, hogy ők lesznek vidám, és egészségek, ez a lényeg, ez mind igaz. Csak ez, hogy hiányzik egy kislány, ez a hiányt semmi nem lehet betölteni. Semmi. Sajnos. És ez nem csak mi, az 1400 család. Itt Izraelben vannak ilyen családok, akik megültek két testvér. Vannak ilyen családok, hogy a szülők haltak meg. És a gyerekek árvák maradtak. Vannak ilyen családok, aki az egész család. A szülők és a gyerekek. Egy kocsiba bombáztak őket akkor október 7-én. Vannak borzalmas sztorik, amit lehet beszélni. Nincs vége. És hát a világ nem érti. Nem érti, hogy tudod, hát ez meg egy híradó, akkor gyilkolták Izraelbe, akkor gyilkolták Szudánba, vagy akárhol, hát tovább megy a világ. Tehát az életünk itt a világban, nekünk, nektek, bárhol a világon van érteke. Van valami miatt élni. Nem csak úgy születtünk, és dolgozunk, és eszünk, és iszünk. Van értelme. És ha nincs, akkor minek? Tudod. És szerintem a világ egy picit elfelejtette ezeket a jelentéseket, a nagy jelentéseket. A világ elfelejtett valami nagyon fontosat. Például azt, hogy nagyjából 100 elrabolt izraelit még mindig nem kapott vissza a családja. Vajon milyen sors juthatott nekik az elmúlt egy évben? Amit tudunk, és ami publikussá vált, hogy körülbelül a fele ennek a 120-nak még él. És nyilvánvaló, hogy minden nappal, amelyik eltelik, az esélyeik arra, hogy túléljék ezt a fogságot, úgy csökken. Minden napról napra csökken az esélyük, hogy túléljék ezt a fogságot. Tehát mindenki képzelje el, akinek lánya van, vagy felesége van, vagy anyja van, képzelje el a legrosszabb dolgokat, ami megtörténhettek, vagy láttuk, hogy mi történt október 7-én. Tehát az egyetlen dolog, amiben reménykedhetünk, hogy a gázaiak megértik, hogy az egyetlen a nyomásgyakorlásnak az egyetlen eszköze, ami a rendelkezésükre áll Izrael szembe, ezek a túszok. Tehát a józan önérdek az diktálná, hogy megpróbáljuk őket életben tartani. Jól felfogott önérdekből, ugyanakkor azt látjuk, hogy láttuk ennek a 6 túsznak a meggyilkolását ezelőtt 2 héttel. Látjuk azt, hogy van egy olyan kalkulus is, ami azt mondja, hogy sokkal nagyobb politikai hatást érnek el, avval, hogy egyszerűen tarkon lövik őket, és kész. És előtte fölvesznek egy videót, amiben elmondatják ezekkel a túszokkal, amit el akarnak velük mondatni, és utána pedig meggyilkolják őket. Tehát tisztában kell lenni, avval itt olyan félelem harcolunk, akire a normák, a nemzetközi szabályok, a hadijog, meg ezek a cukiságok, amikkel, tudom én, ilyen jól fésült a nemzetközi jól fésült professzorai dekáznak a tévécsatornákon, ezek a dolgok, ezek nem szólítják meg őket. Számukra ezek a dolgok irrelevánsak, ezek nem léteznek. Miközben a túszok ki tudja hol, ki tudja még hányan és mit élnek át, Izrael hadserege pedig módszeresen igyekszik szabadulni egyszer és mindenkorra a terrortól, a nyugati világ, benne számos európai ország véleménye Izrael önvédelméről radikálisan megváltozott. Ez pedig a hozzátartozók számára nem felfogható. Izraelbe ültek le ezek a gyerekek, a családok, október 7-én szombaton aludtak, az ágyukban, voltak fesztiválban, nem harcoltak, nem gyilkoltak, nem csináltak semmit.
és hirtelen jönnek ezek a terroristák ide, lelőnek, és tűzbe teszik az ágyakat, a házakat, az nem normális. És akkor Izraelnek van a joga, hogy védeni magát, védeni a polgárokat, védeni az életünket, oké? Meg visszahozni a tuszokat. Eddig igaz. Mindenki tudja, hogy igaz. Na most, ezek a terroristák nem sehonnan jöttek. Ezek a terroristák voltak Gázában több 20 éve, 19 éve, azóta, amikor kivonultak az izraeliek Gázából, és ott élnek, és ott uralkodnak, és a gázai polgárok, ők választásban választak a Hamász, és minden házban, minden gyermekszobában van fegyver, van alagút bejárat, van képeket, hogy a terrorista képeket, hogy igen, kell támadni Izrael, és ezt oktatálják az iskolákban, az óvodákban, hogy igen, hány zsidóké lelőtted ma, sikerült lelőni ma, így mondják a gyereket. Úgyhogy senki ott nem úgy nézem, mint hogy nem csinálta semmit, vagy nem tudja semmit, vagy ez az egy dolog. A másik az, hogy akarjátok, hogy befejezzünk ezt a háborút? Hozzátok vissza a tuszokat. Ennyi. Ez nagyon egyszerű. Hozzátok vissza a tuszokat. És azért miért nem teszik? Miért nem tennek ezt a egyszerű dolog? Miért nem? És akkor, ha Izraelnek kell védeni magát, akkor ezt csinálja. És nagyon vigyáz a polgárok, a gázai polgárok, nagyon vigyáz, értesítik mindig a telefonban, meg ilyen flyerekben, hogy menjetek oda, menjetek ide, hogy ott bombázzunk, hogy ne legyetek ottan, mindig. Ez nekünk a jogszabály alapján csinál. A valami egészen biztos, az az, hogy az izraeli társadalomnak már nem maradt illúziója a békés egymás mellett élés esélyéről. Kétféle reakció volt. Az egyik fajta reakció az volt, hogy akik eddig sem hittek abba, vagy szkeptikusak voltak abban a kapcsolatban, hogy valaha is lett bármilyen megbékülés a két etnikum, a két társadalom között, azokat megerősítette abban a hitében, hogy semmilyen esélye nincs, hogy itt nem politikai vezetésről van szó, tehát halljuk néha ezeket a lózungokat, hogy itt a politikai vezetők megvezetik a népet, meg félrevezetik a népet, van Szólónak ez a híres verse, a félrevezetett nép, szó sincs. Hogyha a két társadalmat meghagyjuk a saját spontaneitásukba, akkor háborúzni fognak. Akkor is, hogyha egy politikai vezető nem vezeti őket háborúba. Tehát az illúziókat, ezek az ember, ez volt az izraeli társadalom nagy része, eltemették az illúzióikat. Viszont volt egy kis réteg, akik körcsösen hittek abba, hogy lehetséges egyfajta békét kötni, az oszlói folyamat, meg minden, amit én is hittem annak idején, amiből a legtöbben kiábrándultak. Maradt egy ilyen kemény mag, akik úgy oldották föl ezt a kognitív diszonanciát az elki, az álmaik és a valóság között, hogy mindenért mi vagyunk a felelősek, mindenért a mi politikai vezetésünk a felelős, és ha mi nem valamit másképp csináltunk volna, zöldre festettük volna a kerítést, és nem okersárgára, akkor ez nem következett volna be, meg ilyen dolgok, akkor őket látjuk, a dühüket gyakorlatilag befelé irányítják. Október 7-én a támadásnak a délutánján már elkezdődtek a tüntetések az amerikai egyetemeken Izrael ellen. Izrael még nem csinált semmit. Egyelőre mi vagyunk a vettiszta áldozat, még semmit nem csináltunk. De a tüntetések már elkezdődtek. És akik görcsösen hisznek ebben ezekben a sajnos megcáfolt elméletekben, őszintén sajnálom, hogy ezek az elméletek megcáfolódtak. Tehát náluk látjuk ezt a dolgot, egy ilyen tehetetlenséget, egy ilyen dühöt, egy ilyen irracionális dühöt, viszont azok, akik azt mondják, hogy oké, fölébredtem egy álomból, vagy eleve azok, akik eleve nem hittek az egészben, azok inkább úgy gondolnak erre a támadásra, hogy minden szörnyűségével együtt ez a katasztrófa bebizonyította, hogy ha az állam nem is képes működni, a társadalom eminensen működik.
Tehát nem válunk, nem várjuk, nem várjuk se a politikai, se a katonai vezetéstől, se semmiféle elittől, hogy megmondják nekünk, hogy mit csináljunk. Akinek volt fegyver, az vette a fegyverét, lement harcolni egyedül, akinek volt elsősegélycsomagja, az lement elsősegélyt nyújtani. Volt egy tehát spontán társadalmi összefogás, anélkül, hogy ez bárki megszervezte volna. És én azt hiszem, hogy erre nagyon büszkék vagyunk, erre a társadalomnak a spontán reakciójára. A zsidóság összezárása, harca a terror ellen és a megmaradásért egy olyan törzsi világban, ami európai és világi szemszögből nem könnyen érthető, az egyre erősödő antiszemitizmus irányába fordította a közvélekedést a közel-keleti háborúról. Pedig érdemes lenne figyelnünk az izraeli tapasztalatokra. Reméljünk, hogy a világ ebredjen fel, és tudja, hogy hova megyünk. Jó vagyunk azzal a ténnyel, vagy a valósággal, hogy bárhol a világon lelőnek a zsidókat, és csöndbe maradunk? Mert ez nem a zsidóság csak, hanem bármikor, bárhol a világon ez a gonoszság fog ott odaérni. Ez nem csak itt. És szerintem a világ nem nagyon felebredett ebben az év alatt, sajnos, mindig az ENSZ csak Izrael ellen határozat hozja. A Red Cross nem ment a Gázában, nem ment megnézni, hol vannak a túszok, nem. Vannak a gyerekek, vannak a öreg emberek, nők, senki nem ment oda, hogy megnézni, hát, ha mi van a túszokkal. Azok polgárok, azok nem katonák. És hogy lehet ilyen helyzet, hogy a Red Cross kéri itt izraeli bíróságban, hogy bejutni az IDF börtönbe, hogy megnézni, hát, hogy mi van a terroristákkal, és jól esznek, és jól isznak, és a tuszokkal senki nem törődi velük. Hogy lehet ilyen? Robert Cikasztel szerint azonban a terror napjai egy nagyon tiszta képet mutattak a nyugati világról. Ez az esemény, ez a támadás kicsit olyan volt, mint egy sötét éjszakában, amikor becsap egy villám, és akkor a villámnak a villanásánál mindenkit meglátunk egy pillanatra a saját spontaneitásában, amikor úgy gondolta, hogy senki nem látja. És akkor látjuk az Európai Unió külügyminiszterét, Borrell urat, mint egy zsigeri antiszemitát, tényleg egy ilyen lihegő zsigeri antiszemitát, bocsánat a naturalista leírásért. Látjuk ezeket az amerikai progresszív egyetemeket, gyakorlatilag megfelelnek a 30-as évek német egyetemeinek, a hitleri Németországban körülbelül ezt a színvonalat látjuk, vagy talán még rosszabban. Látjuk az európai progresszív elitteket, látjuk a feminista mozgalmakat például, és akkor kiderül, hogy az egész csak egy mese volt az egész, a nőjogok, meg a meleg jogok, meg ezek a különböző jogok, ez mind csak mese volt az egész. Mit számít a nőknek, kitörődik azoknak a nőknek a jogaival, akiket ott megerőszakoltak, vagy bestiális módon meggyilkoltak, megkínoztak, meg stb. Ezek a terroristák, valaki beszél ezeknek a nőknek a jogairól? Hol vannak a mítusok? És kiderül, hogy ezek a emberjogi mázzal leöntött progresszív szervezetek, ezek egyetlen egy dologról szólnak, a politikai hatalomról. És minden más, ezek az áldozati csoportok, vagy ezek a hátrányban szenvedő csoportok, lehetnek azok a melegek, vagy a transzok, vagy a nők, csak eszközök. Csak egy olcsó lőszer, amit rá lehet lőni a politikai jelenségekre. Saját maguknak semmilyen politikai értéket nem képviselnek. Mert nem hallottunk, igen kevés progresszív feministát hallottunk kiállni a nők jogai mellett. Különben a magyar közéletből mondhatok magyarországi neveket is ezzel kapcsolatban. Még egy dolog, amit megláttunk, megértettünk, hogy ez az egész társaság úgy működik, mint egy madárraj. Tehát még akkor is, hogyha nincs egy kinevezett vezetője, akkor is egyszerre, mint egy parancsszóra fordulnak mindig ugyanabba az irányba. És ha valaki megveri a tamtamdobot New Yorkban, mondjuk a New York Times-ban, vagy az Atlantic-ban, vagy valamely ilyen médiatermékben, egy pillanat alatt ezt szajkozza a magyar, meg az izraeli, meg a brit, meg az európai progresszív sajtó, és ugyanazokat, hogy minden kritikai gondolkodás nélkül senki nem tesz föl kérdéseket, mindenki csak narratívákban gondolkozik, nem kérdésekben. Látjuk a médiának a szerepét. Azt hiszem, hogy egy jó kiózanít
igen sokakat kihozzoníthat avval kapcsolatban, hogy milyen irányba is halad a nyugati civilizáció. Az irányt tisztán mutatja, hogy alig fél évvel az október 7-i terrortámadás után az Európai Unió újabb 4 állama, Spanyolország, Norvégia és Írország után Szlovénia is elismerte a független palesztin államot. Ez pedig Izrael szerint veszélyes üzenet. Ezzel azt mondták, hogy a palesztinok elkövettek egy ilyen bestiális támadást, és ezért jutalom jár nekik. Most ez nem jó több szempontból. Először is nem jó, mert amikor egy olyan viselkedést, amit el akarsz sorvasztani, vagy ki akarsz gyomlálni, azt megerősíted egy jutalommal, akkor valószínűleg többet fogsz ugyanabból kapni, mint kevesebbet. Tehát, hogyha jutalmat adunk érte. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy itt egyfajta új norma született. Hogyha én úgy érzem, hogy el vagyok nyomva, vagy ha valamilyen sérelmet érzek, akkor az mindent legitimizál. És az égvilágon semmi oka nincs rá, hogy ez egy ilyen dolgot csak Izraelben kövessenek el. Tehát, hogyha legközelebb Párizs valamelyik külvárosában az ott élő muszlim bevándorlók fogják azt érezni, hogy elnyomják őket, és nem, ez meg az meg stb. Meg nagyon szomorúak, meg nagyon, ezek a franciák nagyon gonoszak velük, akkor miért ne ismételjék meg ezt a gyakorlatot. Tehát, hogyha ez sikerként fog beleépülni a palesztin köztudatba is, a nyugati államok a lovat adják a palesztinok alá, akkor ennek az első egyenes következménye lesz az, hogy Cisjordánia úgy fog kinézni, mint Gáza, és a palesztinok földön futóvá válnak. A másik az, hogy ilyen október 7-eket fogunk látni Európában. Először Svédországban, Franciaországban, Belgiumban, és utána majd Európa többi államaiban is, mert ez válik az új normában. Mindeközben Izraelben ezekben a napokban emlékeznek, imádkoznak az áldozatokért, az elhurcoltakért. Ifeth Zinner családja úgy, hogy emléket állít Hadarnak, a Nova Fesztiválon meggyilkolt 28 éves lánynak, testvérnek, unokahúgnak. Építjünk egy ilyen terem, egy ilyen bal terem, ami lesz az ő nevében. Hadar volt nagyon vidám ember. Mindig szeretett énekelni, táncolni, emberekkel lenni, a vidámságot hozni bárhova, ahol kell, ahol emberek szomorúak, és mindig hozott mindenhova, ahova ment, a vidámságát és a mosolyt. És azért gondoltunk, hogy ez a projektet csinálni, mert szerintjük, hogy továbbítja a Hadar energiát, meg Hadar lélkét, és az optimizmusát, és ami szokott ő lenni, akkor ezt továbbítjunk most, próbáljunk. Meg azt is csináltunk, hogy van ilyen stickers, mindenhol a világon már lehet látni azokat a stickereket, hogy Hadar arca rajta, meg ilyen mondatokat, amit Hadar mondta például, minden reggel, amikor felkelsz, mondja, hogy köszönöm az jó Istennek. Vagy ahova mész, legyél optimizmus, csak jó lehet. Vagy ne sajnáld semmit, amit csináltam. Tovább lepjen, és néz az életed és a világot optimizmus módon. Ezek, tudod, nagyon fiatal volt, de az okossága, meg amit gondolta és mondta, azok egy ilyen nagyon okos dolgok, amit lehet mindenkinek ismerni, meg továbbítani. Ha szeretnének önök is hozzájárulni a Hadar emlékét megőrző bálterem megépítéséhez, a műsor leírásában található linken megtehetik. A zsidóság, Isten választott népe az Ószövetségben, a Szentföldön épp a megmaradásért küzd. Mi, keresztények, akik ugyanazt a teremtőt dicsőítjük, tehetünk értük valami nagyon fontosat. Imádkozhatunk. Értük a békéért. A magyarországi, messiás hívő zsidók fáradhatatlanul ezt teszik az Izraelben élő testvéreikért. Hogy érez a Magyarországon élő zsidóság az egy éve, október 7-én történtekkel kapcsolatban? Nyilvánvalóan nagyon összetört a diaszpóra minden országában a zsidó közösség, így a magyar zsidóság is, és ilyenkor teljesen mindegy, hogy milyen zsidó felekezethez tartozik valaki, vagy mennyire szekuláris,
Ettől függetlenül az egyik része a zsidó embereknek Izraelben dobban, a másik pedig a saját nemzetében, hazájában, Magyarországon, mert hogy az is a mi hazánk és az is a mi nemzetünk. Nagyon tragikus volt az egy évvel ezelőtti eseménysorozat, és mai napig megrengeti a zsidó közösséget. Támogatják-e imáikban a zsidóságot azóta, illetve hát a mai emléknapon? Természetesen is biztatjuk is a keresztény közösségeket, hogy álljanak a zsidó közösségek mellé, menjenek azokra a megemlékezésekre, amelyeket a mai napon is szerveznek a zsidó közösségek, akár a Dohány utcai zsinagógában, akár más helyszíneken. Mindenképpen azt látjuk, hogy a keresztény közösségeknek teljes mellszélességgel a zsidó közösség mellé kell állni, és imádsággal kell támogatni Izraelt, és imádkozni Jeruzsálem békességéért. Hogyan viszonyulnak a következményekhez? Ugye itt egyaránt gondolhatunk a gázai háborúra, arra, hogy most egy nagyon komoly, válságos biztonságpolitikai helyzet alakult ki a világon is a közel-keleti események miatt, és hát látjuk, hogy rengeteg a halott nem csak Izraelben, hanem ott az egész térségben. Az elveszett juhnak a példázata jut erről eszemben az evangéliumból, amikor is az Isten azért az egyért is elment, hátrahagyva a 99-et, és valahogy ezt látjuk most az izraeli helyzettel kapcsolatban is, hogy tökéletesen érthető, hogy a túszokért mennek és küzdenek, és bármilyenek is lesznek a következmények, nyilvánvalóan ezeket mi 100%-osan nem tudjuk megmondani, de kötelességünk minden szempontból a túszokért küzdeni, kötelességünk minden egyes izraeli állampolgárért küzdeni, úgyhogy bár nagyon véres ez a harc, és nagyon sok ember élet lett sajnos ennek az áldozatául, de mégis azt kell mondanom, hogy az örökkévaló Isten, ahogy olvasok a 121. Zsoltárban, nem szunnyad és nem őrzik Izraelnek őrzője. Ez egy zsidó közösségen belül is egy nagyon ismert ének, Hinné lo yanum velo yishon, Shomer Yisrael, tehát íme nem szunnyad és nem alszik Izrael őrzője. Az örökkévaló Isten minden tökéletesen, hiszem, hogy rendben tart, és úgyis övé lesz az utolsó szó. Ez itt a kürdzengések ünnepe után, ugye most volt a zsidó új év, ez szerintem egy tökéletes üzenet az Isten részéről, hogy azért szóljanak a kürtök, hogy ébresztő, és menni kell, imádkozni kell, böjtölni kell, össze kell fogni, egységet kell alkotni, mert csak így lehet igazán eredményt elérni. A zsidóságért, vagy az Istenért? Természetesen mi az Istent szolgáljuk, ez nagyon fontos, és mindig csak az Istent imádjuk, hiszen azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Istennek igaz imádói szellemben és igazságban imádják az Istent. Tehát ez nagyon fontos, hogy helyén kezeljük, hogy mi az Atya Istent, mi Jézus Krisztus Jeshua nevében a Szent Szellem általi közösségben imádjuk, és így járunk közbe a zsidó emberekért is, és egész Izraelért. A következmények közé sajnálatos módon odasorolható az a nagyon-nagyon intenzív tempóban erősödő antiszemitizmus is, ami egyébként nagyjából már az október 7-i események napján elkezdődött, láttuk az amerikai egyetemen történt atrocitásokat már azon a napon. Ez milyen hatással van önökre, az önök megítélésére a világban, illetve az önök életére a világban? Hát ahogy egykor a második világháborúban kialakult egy borzasztó félelem és egy bizonytalanság, így most is nagyon sokakban ezek a hangok, ezek az ideológiai nézetek újra felerősödtek, és a zsidó közösség nagy része elkezdett ismét félni, és ismét tartani attól, hogy meg lesznek bélyegezve, és ez sajnos nagyon sok országban. Magyarországon még hála Istennek annyira nem, de nagyon sok elsősorban nyugat-európai országban ezek megerősödtek. Nagyon sok olyan tüntetés zajlott, amely nagyon erőteljes antiszemitizmussal volt átitatva, és hát ugye itt Magyarországon is tapasztaltuk, amikor a bosnyák csapatok, illetve bosnyák válogatott itt volt Magyarországon, akkor a Kazinci utcai zsinagógában, a holokausz 80. emlékévfordulójában, pont az ortodox zsinagógának az utcájában vonultak a bosnyák szurkolók Free Palestina hangokkal, és ez is nagyon megrémítette természetesen a közösséget.
De hát a zsidóság egy nagyon összetartó nemzet, gyakorlatilag egy nagyon összetartó, nem csak vallási közösség, hanem mint nemzeti közösség is, és ilyenkor teljesen mindegy, hogy ki ortodox, ki neoló, ki messiás hívő, összetartunk és igyekszünk egyként az Isten elé állni. Úgyhogy nagyon sajnálatosak ezek a következmények, de továbbra is azt tudom mondani, hogy hiszem, hogy az Isten mindenek felett áll, és hiszem, hogy minden úgy lesz, ahogy azt ő szeretné majd látni a legvégén. Itt Magyarországon azért még biztonságban érzik magukat? Igen, azért Magyarországon a verbális és nonverbális antiszemitizmus annyira nem erőteljes, és a zsidó közösségek Európában itt egy szigetként tudnak élni. Nagyon sok olyan történetet ismerünk, és hallottam én is személyesen az elmúlt időszakból, hogy sok francia zsidó például Magyarországra költözött. Nagyon sokan Nyugat-Európából idejönnek, mert itt biztonságban tudják megélni a hitüket. Itt ha kipában, vagy kalapban, vagy pályesszel mennek az utcán vallásos zsidók, akkor nem éri őket olyan atrocitás, ami esetleg mondjuk Párizsban, vagy Nyugat-Európa más országaiban, ahol pontosan tudjuk, hogy a rendkívül erősödő, szélsőséges iszlamista nézetek és ideológiák gyakorlatilag ellehetetlenítik a zsidó közösségnek az életét. Ezért is van az, hogy nagyon nagy mértékben indult meg az aliázás Izraelbe, elsősorban nyugat-európai országokból, és még korábban ugye az orosz-ukrán háború esetén nagyon sok orosz zsidó ment haza Izraelbe, tehát rengetegen költöznek vissza Izraelbe. Ennek ez az oka, mert egyszerűen ellehetetlenült a zsidó közösség Nyugat-Európában. Azokra az eseményekre, az október 7-ére és minden, ami utána következik, tudnak-e szent háborúként tekinteni? Kérdés, hogy egy háború lehet-e szent valóban, mert ugye a szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Szent háborúként én személyesen nem tudok erre tekinteni, de ez az én magánvéleményem. Nem tudom, hogy egy háború hogy lehet szent. Mégis azt kell mondanom, hogy pontosan látjuk az igéből, hogy sajnos vannak bizonyos események, amelyeknek meg kell történnie. És hiszem, hogy így az utolsó időknek ezen napjaiban az örökkévaló Isten egy nagyon komoly rostálást végez az egyházon belül is, hogy ki az, aki Izraelt valóban áldja, és ki az, aki nem Izrael mellett áll, és pontosan látjuk a világnak ezt a két pólusát, amely kezd kialakulni, azokat a nemzeteket, azokat a felekezeteket, amelyek Izrael mellé állnak és imádkoznak, közben járnak Izraelért, és persze a másik végletet is, amelyek nem. Szóval nagyon nehéz időket élünk, de hitem szerint ezeknek meg kell történnie, bármennyire is tragikusak, ahhoz, hogy eljöjjön majd az a valóban Istentől jövő békesség, amelyre nagy szüksége lesz a világnak. Ugye Krisztus szent törvénye, a szeretet törvénye, és hogyha ebből kiindulunk, ugye ön is valahogy úgy fogalmazott, hogy egy háború valahogy soha nem összeegyeztethető ezzel a parancsolattal, mégis egy ilyen helyzetben ön szerint kenyérrel kellene visszadobni, amikor követ dobnak ránk? Hát erre azt a példát tudom mondani, van egy nagyon szép lassan hat éves kislányunk, hogyha mondjuk ő lenne az egyik túsz, akkor édesapaként természetesen a végsőkig küzdenék. És hát azt olvasuk az igében, hogy Izrael a szemefénye az örökkévaló Istennek. Tehát nem lehet feladni ezt. Meggyőződésünk az is, hogy Izrael nem csak magát védi, hanem szellemi és spirituális értelme az egész világot védi. Ez a maroknyi 16 millió főnyi zsidóság az óriási nagy iszlámmal szemben, amely tényleg már milliárd felett van, de mégis az Isten Izrael mellett áll, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene mégis ott van, a kőszikla mégis ott van mellettük, és ezért bármennyire is Dávid és Góliát példáját látjuk, hisszük, hogy mindig az Isten fog diadalmaskodni. Úgyhogy én teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy az utolsó idők ezen napjaiban nagyon sok zsidó ember fog ennek a háborúnak a következménye okán Krisztushoz fordulni, és az is meggyőződésünk, hogy az iszlámon belül nagyon sok megtérés lesz. Tehát eljön majd egy olyan hullám, már egyébként hallunk ilyeneket akár Iránból, akár más Szaúd-Arábiából, ahol vannak már titkos hívő közösségek, szélsőséges iszlamistákból megtértek között.
Tehát el fog indulni egy nagy megtérési hullám a zsidóságon, de az iszlámon belül is. Tehát ez a háború, ha ilyen szempontból szentnek lehet nevezni, mindenképpen azt is fogja eredményezni, hogy nagyon sokan be fogják fogadni Krisztust a szívükbe. Lehet, hogy provokatív lesz a kérdésem. Hogyan látja a keresztények hozzáállását ehhez a háborúhoz? Hiszen ugye mi már megtértünk Jézus Krisztushoz, és azt látom, hogy keresztények között mégis nagyon-nagyon sokan rosszallóan néznek Izrael háborújára. Szerintem teljesen jól látja ezt a helyzetet. Sajnos meggyőződésem, hogy az egyház alszik. Nem csak ezen a területen, hanem nagyon sok téren. És mindaddig, amíg az egyháznak nincs egy erős identitása, és nem tudja apostrofálni azt, hogy ki ő maga, addig nagyon nehéz lesz mások mellé is állni. De természetesen kialakult az egyházon belül egy mondhatjuk, hogy egy szakadás az Izrael pártiak és az Izrael ellenesek okán. Tényleg azt mondhatjuk, hogy Magyarország ebből a szempontból ideálisabb, mint sok nyugat-európai ország. Szerintem a kulcs a történelmi egyházak megszólításában van, mert azt látjuk, hogy az evangéliumi keresztényeknél sokkal nagyobb az arány az Izrael pártiak között, és a történelmi egyházakkal kellene egy nagyon mély és alapos diskurzus folytatni az Izraellel való kapcsolatról, és az Izrael egyáltalán az Isten szemében, az Izrael helyzetével kapcsolatban, hogy hogyan is kellene ezt másképp látni. Szóval szerintem ez az egyik kulcsa, hogy akár a katolikus egyház, akár a református vagy evangélikus egyházakkal egy nagyon mély diskurzust kellene, egy párbeszédet folytatni, hogy egy kicsit másképp lássák Izraelnek a helyzetét. Én azért bízom benne, hogy nagyon jó folyamatok indulnak el, és indultak el az elmúlt időszakban, és hogy ezek gyümölcsözőek lesznek, tehát pontosan tudjuk, hogy a fát majd a gyümölcseiről tudjuk megítélni, úgyhogy abban reménykedünk, és azért imádkozunk, hogy jó gyümölcsei legyenek ezeknek a szolgálatoknak. Többször emlegette már az utolsó időket. Ugye kicsit másképpen közelíti meg a keresztény hitvallás az utolsó időket, mint a zsidóság. Önök messiás hívő zsidók, hogyan viszonyulnak ugyanehhez a kérdéshez? Hitem szerint a legnagyobb gond, hogy nem Jézust várják, hanem gyakorlatilag ugye a zsidóságnak a messiás képe az egy emberi kép. Tehát egy olyan embert, egy olyan szemét várnak, aki majd elhozhatja ezt a békességet. De mi meg pontosan tudjuk, hogy az a békesség, amely emberi értelmet felülhalad, az csak és kizárólag az Istentől jöhet, és egy mennyből alászálló békességről van szó, amely nem mérhető emberi léptékhez. Ugyanakkor pedig, hogy visszatérjek az eredeti kérdésére, mi azt látjuk messiásban hívő zsidó emberek, hogy egyre közelebb a második eljövetel, egyre inkább fel kell készülnie a mennyasszonynak a vőlegény érkezésére, és most már nincs idő lazsálni, nincs idő az időnket, jól kell sáfárkodni az időnket, tehát nem lehet elpazarolni. Most már igazán komolyan kell vennünk az, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká minden népeket. Szóval én azt gondolom, hogy eljött az ideje ismét annak, hogy menjünk az utcákra, menjünk és hirdessük a szabadulást a foglyoknak, ahogy ezt most pont ezzel a háborúval kapcsolatban is aktuális. Véget kell vetni az egyház mély alvásának, és menni kell mindenkinek, nem csak lelkipásztoroknak, nem csak előjáróknak, minden egyes gyülekezeti tagnak halálosan komolyan kell venni az Isten királyságának építését, mikor máskor, ha most. Látjuk a járványokat, nemzet-nemzet ellen támad háborúk, tehát pontosan látjuk ezeket az eseményeket. Közel van a második eljövetel, a kürzengések idején, pont ezért szólnak a kürtök, hogy hirdessék az, hogy ébresztő, és hogy jön vissza Jesua, jön vissza a diadalmas judabeli oroszlán, úgyhogy itt az idő, erre is bátorítom a hallgatókat, hogy menjenek és tegyenek tanítványokká minden népeket, kivétel nélkül, nem válogatva, hanem minden népeket. Van okunk imára Izraelért, de van okunk azért is, hogy Isten őrizze meg ezt a csodálatos világot, amit nekünk teremtett. Adjon bölcsességet, józan ítélőképességet és higgadságot mindazoknak, akiknek hatalma és lehetősége van arra, hogy letetesse a pusztító fegyvereket. Mi a Pax Televízióban hiszünk a közös fohászkodás csodálatos, gyógyító erejében. Ámen. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen a te várfalaid között,
csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak jót te néked.